Amúgy ide balra helyükre kellett volna sorolnod, látod? Ez az hihetetlen. Most tekerd, de ne kapkodj. És látod a tűzcsap is, ez egy nagyon szép megoldás volt. A tűzcsap is megmaradt. Ez az. Azért kemény, nem elsőnek. Ugye komolyan az, voltunk már Gyömrőn, de az, de az első komolyabb városi vezetés. Hát ez az kemény. Hát nem jobban, mert ez egy nehéz város. Jó, de ez egy vizsgacentrum, hogy Jászverény, persze. Jobbra menjünk. Tehát ez nem mint Gödöllő. Nem eszhetsz jól felé. Másik jobb. Igen, szép. És mehetünk is. Nagyon megnéztek minket, nem láttok még fehér embert? Le. Gyönyörű volt, mert a gáz. Nem mondta, hogy nem dicsérlek, kettes. Meg ugye most azért kihagytunk két hetet, úgyhogy a két hét kihagyás után a Dani rögtön egy városi forgalomba találta magát. Ugye elindít... Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz vezetni. Na, hát azért ahhoz képest nem csod rosszul, nem olyan nehéz. Figyelmednek, ugye, hogy ennyi táblára figyelj. Jó, menjünk el jobbra majd. Nem tudom, hogy... Úgy értem, hogy nem hittem volna, hogy olyan nehéz, hogy vizsgacentrum. Ja, de hát megvannak a lefeltételei, jelezhetsz fölfelé. Jó, figyeld, hogy ha erre jönnek, el kell engedned, tehát kuplunk be, kereszteznek az, igen, ott az ebra, úgyhogy el fogod engedni őket, tedd az ívre. Látszik, hogy nagyon nézelődnek, látod? És akkor tegyük egyesbe. Köszönöm, és indulhatunk is. De kár, hogy az elején nem ment, mert az egy jó kis szitu volt, hogy ott befordultunk, meg ugye a csillagkereszteződésbe érkeztünk, tudod? És pont az unalmas részem már megy a kamerám, mehet a kettes, de hát ez van. Látod, kikapcsoltam, rögtön lett tárhely. Láttam el ilyet? Ti? Nem. Tiéd is ilyen ilyet? Nem, nem. Akkor kivágjam? Mi a bedom ide a vízbe, az itt van a strand. Egy a hármas, és akkor az értékes fotója eltűnnek. Nagyon jó. Ja, úgy értetted a nehézséget akkor, hogy... Hogy van egy szint, hogy kinevezzék ugye vizsgacentrummá, vagy vizsgahelyé. Jobbra menjünk, megpróbáld ott kettesben, jó? Jelezhetsz és válts vissza kettőbe. Ugye a videó nem adja vissza, de nem megyünk lassan. Szétnézünk, gyorsan balra. Kegyetlenül jobbra is. Balra kétszer, ez az, jobbra is. Gyalogos lenne, elengednéd. Ilyet még nem láttam, hogy itt nincs gyalogos. És mindig visszapattam magától, tehát ne killódja az irányjelzővel, jó? Jó. Mehetünk. Bátrabban, jobbra fogunk kanyarodni, látod, kanyarodó sáv jelzi neked, hogy majd egy-egy gyere kijebb, látod, jelezhetsz fölfelé, jobbra benézel ide magad mellé, tulajdonképpen ez ugyanabból nyílik, úgyhogy ez csak egy kis kisorolással járt, igen, és ott a gyalogos, tedd az ívre, kicsit gyors vagy, nagyon pici fék, ha lehet, ne állj meg csontra, jó, mehet az egyes, vagy sokkal egyszerűbb. Igen, azért kérem az egyes, mert ha megnézed, már csak gyalog tempóba csordogálunk. Jó? Igen. Tűz? És megy a kettes. Akkor figyeld, hogy milyen érdekes tábla van ott veled szemben. Látod, ahol mennek át a babakocsival? Hárasvasban lehet, hogy még. Igen, de az minket nem nagyon érint. Így is, hogy lettem egy legváros kenyeret. Igen. Ez az. És akkor nézd meg. Azért furi betartani, nem? Jó, óvatosan. Látod, balra nem mehetünk, mert egy irány utcába torkollik, látod? Ez az. És elmegyünk jobbra. Visszanézel a vállamhoz. Ez az. Igen, ezt minden tanulom megtalálja, arra menjünk. Nagyon jó. Itt ugye egy irányú, azért nincs tábla jobbról, gyalogosokat. Legközelebb elengedjük, jó? Jó. Vigyorogtak csak, de még nem volt egyértelmű. Te láttad, hogy erre jöttek? Egyébként simán mehetek ott tovább is. Mert... Igen. Jó, ilyenkor egyébként jobb, ha megállunk majd, az a biztos. Jó, hát a lányt elengedni tudom, de nem kell. Nem engedjük el, mert nem fiatal. Ez az. Na, megint itt vagyunk. Nagyon jó. Kuplunk. Ezt most elengedjük. Jó, nem kapkodunk, nagy belém jöjjenek. Egyes. Egyébként leszálltak, korrektek voltak. Jó, mocorgunk, azaz. Általában nem nagyon szoktak leszállni. Azaz. Nagyon szép. Megnyomod neki. És megy a kettes. Sokszor úgy lehet észrevenni őket, hogy először is észre kell venni a gyalogos táblát. Másodszor, hogy tömörülés van, tudod, hogy nagyon-nagyon nézelődnek, meg állnak ott a járdán, akkor valószínűleg át akarnak kelni. Jobbra menjünk megint. Most már profi módon fogod csinálni. Visszanézzel. Ezt megúsztad. Igen. Ez az. Ugye a kerékpárútnak ott volt a táblája, hogy elsőbséget kell adni részünkre. Igen. Nem tudom, hogy láttad-e, de ugye a hátulja ott volt, hogy Matisaj csúcsára van állítva,
Úgyhogy azért le is szállt a néni, és elengedett minket. Jó, mehetünk. És állt a hármas. Nagyon nehéz? Annyira azért nem biztos. Ezért bedobtalak. De... Na, ugye megyünk a lámpákhoz. Reggel nem működött az egyik lámpa, már egyszer átjöttem, azt meséltem. Ott érdekes volt egyébként. Jó, a vége megint jobb most lesz. Jó, itt még ne jelezz, vedd vissza addig a gáz, készíts fel az autót. Jelezhetsz és mehet is a kettes, most motorfény, tehát mondjam, hogy jöjjön fel a kupla, ha nem jön semmi, persze. Igen, nagyon jó, jobbra is. Oké, ezt a szerencsét hihetetlen. Ez az, nagyon jó. Na, jobbra egész jó éveket fogsz. Meglövöd. Tűz csúcsú. És már megy is a hármas. Nagyon jó. Hát ez már olyan vezetgetés, nem? Ez már az. És akkor figyeled nagyon a két zebrát, látod, mert egymás után kettő is van. Faltól falig nézd a zebrát, hogy ne legyen meglepő, hogy ez mit keres itt. Meg ugye takarásból is kiléphetnek, tehát a lábakat érdemes nézni a kocsik alatt. Jó, itt mentünk az előbb jobbra egyébként. De lehet, hogy valaki, ez azért mondom, mert valaki nem tudja, nem látja, örül, ha él. Tudod. Na nézzük már, hogy működnek ezek a lámpák. Jó, mi a lámpás kereszteződést